Fontos a választások kapcsán bemutatni azokat a szereplőket, akik elősegítik a város életének fejlődését, vallja Antal Árpád polgármester, aki sajtótájékoztató keretében most a szociális rendszer segítőinek adott lehetőséget tevékenységeik bemutatására. Fel kell emelni azokat az embereket, akik esetleg a saját lábukon nem tudnak megállni. A Sepsi-Szentgyörgyi Szociális Szolgáltatások elmúlt másfél évtizednyi megvalósításairól és a jövőbeni tervekről esett szó Antal Árpád polgármester és a civil szervezetek vezetői közös sajtótájékoztatóján. Bár az önkormányzat a szociális intézmények gazdája, működtetésüket civil és egyházi csoportoknak szervezték ki. Az elmúlt 16 év folyamán bebizonyosodott, működőképes ez a konstrukció. Természetesen a szociális igazgatóságnak nem lenne erre személyzete sem, meg az elkötelezettsége is más a civil szervezeti önkéntesnek, a civil szervezeti dolgozónak, mint a közhivatalnoknak. Úgyhogy ezekben a hátrányos helyzetű, leszakadt valamilyen formában szociális segítségre szoruló embereknek a kiszolgálásában nagy segítségünkre vannak a civil szervezetek szakemberei. Gyerekek, fogyatékkal élők, hajléktalanok, pszichés betegek, idősek, hátrányos övezetben élők, szenvedélybetegek mind számítanak Sepsiszentgyörgyön, amit a konkrétumok is bizonyítanak. A felnőtt fogyatékkal élők nappali központjába még Brassóból is érkeznek, valamint a hajléktalan szállón 10 év alatt legalább 25 embernek sikerült újraindítani az életét. Az a célunk, hogy méltóságteljes életet tudjon élni mindenki, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van, vagy milyen élethelyzetbe kerül, és egyértelmű, hogy vannak olyan személyek, akik segítségre szorulnak, és akik segítségre szorulnak, azoknak segíteni kell, és nyilván ezt az önkormányzat csak a civil szervezetekkel közösen tudja elérni. A változó világ is kihívásokat állít a szociális ellátás felé. A demográfiai robbanással folyamatosan nő az ellátandó idősek száma, de a szenvedélybetegek száma is növekszik. A drog- és szerencsejátékfüggők, alkoholisták ellátása ugyan nem kifejezetten az önkormányzat feladata lenne, de a jövőben az ő ellátásukra is hangsúlyt fektetnek. Hiszen a szenvedélybetegség nem csak a függők, de a körülöttük élők életét is befolyásolja, így egy-egy eset felkarolásával 6-8 ember életét is könnyebbé tehetik, emelte ki Antal Árpád.